Nádorfehérvár erődjét először 1440-ben érte egy olyan támadás, amiben a teljes szultáni haderő vett részt. Nagyszabású ostromot hajtottak végre. A 15. századi Európát azonban már nem nagyon érdekelte az, hogy Közép-Európában mi történik, hiszen ez az időszak, amikor a Nyugat-Európában a 100 éves háború tartott, 1337 és 1453 között. Itt Kelet-Európában a Habsburg-Jagelló harc, a Habsburg-Jagelló ellentét volt a jellemző. Mind a két dinasztia szerette volna megszerezni Csehország, illetve Magyarország trónját. És amikor luxemburgi Zsigmond lányát, Erzsébetet feleségül vette Albert, Habsburg Albert, akkor úgy tűnt, hogy ebben a párviadalban a Habsburgok jutnak előnyhöz. Azt is tudnunk kell, hogy ez az Albert nem csak magyar király lett Zsigmond halála után, hanem bizony megörökölte a többi királyságát is, német király is és cseh király is lett. 1434 és 44 között uralkodó lengyel király, akit harmadik Ulászlónak hívtak, őneki a testvére, egy Kázmér nevű testvére betört Csehországba, Sziléziába, mert hogy Albert cseh királyságát a husziták nem fogadták el, úgyhogy Albert kénytelen volt csapatokat küldeni Csehországba és ott harcolni, és nem csak a husziták ellen, hanem így Kázmér ellen is. Ebben az időben a török szultán második Murád szultán volt, ő 1421 és 51 között uralkodott. Egyébként azzal kezdte a tevékenységét, hogy már 1422-ben, tehát alig foglalta el a szultáni trónt, már is megostromolta Konstantinápolyt, de hát ezt az irgalmatlan nagy erődítményt és nagyon jó kiépített erődítményt annak a korszaknak a technikai eszközeivel egyszerre nem lehetett bevenni, neki sem sikerült bevennie. A náci birodalmat viszont mindenképpen el akarta lehetetleníteni, szerette volna elfoglalni, úgyhogy a második legnagyobb, a maradék bizánci birodalom második legnagyobb városa ellen indított ostromot, ez Szaloniki, Tesszaloniki volt, és 1430-ban sikerült is elfoglalni a várost, nagyon érdekes módon alagutak ásásával sikerült bejutni a várba, és így elfoglalni. Ezek egyértelmű jelek voltak ugye az európai, közép-európai népek, illetve uralkodók számára, hogy a török birodalom felé lett. A török birodalom újra hódításokba kezdett. Második Murád észak felé indult, és első számú célpontja ekkor már a kicsit magához térő Szerbia lett. Ugye Lazarevics István volt ennek a Szerbiának a fejedelme. Korábban Lazarevics István első Bajazid szultánnak volt a vazallusa. Ez a Bajazid Lazarevics Istvánnak az egyik lánytestvérét vette feleségül, és szinte baráti kapcsolat alakult ki a szultán, illetve Lazarevics István között. Azonban 1402-ben az ankarai csatában egy erősebb közép-ázsiai hódító, Timur Lenk, egy mongol hódító, legyőzte, szétverte a török birodalom seregét, az oszmán sereget. Így Közép-Európa számára hát egy közel két évtizedes nyugalmat, vagy két évtizedes haladékot biztosított. Lazarevics István volt az első szinte, aki kihasználta ezt az új lehetőséget, és már 1403-ban vagy 4-ben hűséget esküdött Zsigmond királyunknak. Zsigmond természetesen örömmel fogadta ezt a hűséges esküt. A Száván túli ekkoriban megszűnő magyar ütköző államok közül a macsói bánságot Lazarevics Istvánnak adta, Nándorfehérvár várával együtt, aki itt Nándorfehérváron rendezte be a fővárosát. 1408-ban fölvette a sárkányos rendbe, és egyébként is Lazarevics István egészen élete végéig hű vazallusa volt Zsigmond királyunknak, az egyik leghűségesebb embere volt. Amikor megkapta Nándorfehérvár várát, akkor nagy
nagy és komoly építkezésekbe kezdett a várnál, mert szükség volt rá. Több okból is. Egyrészt korábban eléggé elhanyagolt állapotban volt a vár, másrészt ez az az időszak, amikor megjelenik az ostromtizérség, és emiatt át kell alakítani az erődítmények falrendszerét, meg kell ezeket a falakat erősíteni. Ezt általában úgy érték el, hogy kettős két falat építettek, és a két fal közötti részt azt pedig földdel töltötték föl, hogy ez elnyelje a lövedékek, az hágyúgolyóknak az energiája. Az átépítések után Nándorfehérvár egy rendkívül korszerű és erős erődítményé vált. A vár birtoklásának a kérdését az 1426-os tatai szerződés rendezte. Ebben a szerződésben arra az esetre, ha Lazarevics István meghal, akkor a vár visszakerül Magyarország birtokába. Szükség is volt rá, mert szegény Lazarevics István a következő évben, 27-ben meghalt. Az utóda Brankovics György lett, aki megörökölte a területeket. A Zsigmond királyunk szerencsére gyorsan lépett, és Nándorfehérvár várát sikerült a magyar seregnek megszállnia. Egy másik hasonlóan fontos várat, a Galambóci várat, amit a tatai szerződés szintén Magyarországnak juttatott, ott sajnos elkésett a magyar sereg, a vár szerb kapitánya egyszerűen átadta a várat a törököknek, az oszmánoknak. Brankovics György másfajta politikát folytatott, mint Lazarevics István. Brankovics György már érzékelte az oszmán hatalom újraerősödését, és az ő politikája inkább azt a célt szolgálta, hogy a két nagy hatalom között őrlődő kis Szerbiának az érdekei szerint politizáljon. Tehát ez volt számára a legfontosabb. Ugyanebben az évben, 26-ban Ozolai Pippó is meghalt, aki maga a déli végvárvonal kiépítésének a legfontosabb szereplője volt. A helyét Zsigmondnak sikerült megint megtalálni a megfelelő embereket, akik ezt a végvárvonalat tovább építették, illetve működtették. Ezek a Tallóci testvérek voltak. Négyen voltak pontosabban testvérek. Ők az Adriai tenger partjáról, Kurzalából származtak, és aztán hosszú ideig Raguzában éltek, a Raguzai köztársaságban. És nagyon-nagyon jó kapcsolataik maradtak a ragozaiakkal, aztán pedig megkapták ennek a déli végvárvonalnak a védelmének a feladatát. Zsigmond királytól nagyon magas pozíciókat kap, illetve sikerült beházasodniuk a magyar főnemesség soraiba. Négyen voltak testvérek, Tallóci, Matkó, Petkó, Frank és Jován. Mind a négyen szerepeltek Nándorfehérvári kapitányként is. A védelemre, illetve a védelem megerősítésére szükség is volt, mert az oszmánok, a törökök egyre több betörést terveztek Magyarország ellen. Már 1427-ben megjelentek Nándorfehérvár alatt, ahol kisebb összecsapásokra került sor, Evrenosz Izsák nevű oszmán hadvezér seregeivel. 1432-ben is ő vezetett egy kisebb hadat Nándorfehérvár környékére, illetve az ő fia, Ali, Evrenosz Ali, ő pedig 1437-ben. Zsigmond királyunk pedig egy hadsereget küldött ellenük, és ez a hadsereg visszaverte a török portyázókat, és egészen Krusevácig, a Morava völgyében egészen Krusevácig üldözte őket. 1437-ben azonban meghalt Zsigmond király, és az utóda Albert lett, Albert király, akivel hát ugye olyan szerződést kötöttek a magyar urak, hogy az ország védelmének a feladata az teljes mértékben a királyra hárul. Ugyanakkor Albert nehéz helyzetben volt, hiszen más birtokokat is megörökölt, például Csehország birtokokat, és hogy említettem, ez a
Kázmér herceg, a lengyel király öccse Sziléziába tört, úgyhogy gyakorlatilag az egész 1438-as éve Albert királynak arról szólt, hogy a csehországi ügyeit próbálta rendezni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a lengyel királynak, a harmadik Ulászlónak Murád szultán felajánlotta a szövetséget, hogy közösen harcoljanak Albert ellen. Tehát itt is a török diplomácia, ugye megpróbálták Magyarországot elszigetelni a lehetséges szövetségesektől. Ez is jelezte azt, hogy a következő években valamilyen nagy török támadás fog Magyarország ellen megindulni. A harmadik Ulászló Albert király váratlan 1439-es halála után a neki fölajánlott magyar koronát elfogadta, és első Ulászló néven magyar király lett. Forrásaink szerint, amikor ő Magyarországra érkezett, akkor már, ez 1440-ben történt, akkor már folyt Nándorfehérvár ostroma. Tehát nagyon hamar elkezdődött az ostrom. Magyarországnak tehát 1440-ben két királya van. A megkoronázott kis 5. László, illetve a megválasztott első Ulászló. És két főúri csoport alakul, ki melyik királyt támogatta, és ez a két főúri csoport ez egymás ellen harcolt. Egymással voltak elfoglalva, nem pedig a török támadással. 5. László pártjához tartozott Cillei Ulrich, Garai László, illetve maga Brankovics György is. A tallóciak, akik a déli védelemmel voltak megvízva, a tallóciak viszont László pártján voltak. Magyarországon rendelkezésre álló haderő azonban nem a török ellen vonult, ahogy említettem, hanem egymás ellen csatáztak. Győrnél, illetve Pozsonynál csaptak össze ezek a csapatok. Egyébként Brankovics György is 1440 az az év, amikor úgy határoz, hogy kivonul ebből az egész dologból, elhagyta Magyarországot, és nem vett részt a pártharcokban, sem a később a törökök elleni harcban. Nándorfehérvár egyébként sem ugye akkor hazai felmentőseregre nem számíthatott, de nemzetközi keresztes hadra sem számíthatott, hiszen Európa többi része, a keresztény Európa saját dolgaival volt elfoglalva. Egyedül 7. János bizánci császár volt az, Johannész, aki sorba járta az európai udvarokat, és segítséget, egy keresztes hadjáratot próbált összehozni, de gyakorlatilag mindenhol elutasították, nem sikerült ez a missziója. Úgyhogy hazatért szegény János, és nem tudott mást csinálni, mint hogy ő maga is folytatta az adófizetést az Oszmán Birodalomnak. Egy-két szót szeretnék szólni az ostrom forrásairól. Ugye általában azt szokták mondani, hogy a 1440-es ostromnak nincsenek, vagy nagyon kevés, vagy nincsenek forrásai. Ez azonban nem igaz. Például Túróci János krónikájában olvashatunk az ostromról, Antonio Bonfini leírásában. Van egy lengyel, latinul író lengyel krónikás, Jan Logosnak hívják, például ő egy egészen részletes krónikát írt, a lengyel származású királlyal érkezett Magyarországra. És egy olasz forrásunk is van, egy Filippo Bunacorsi nevű fiatal ember, aki ott járt, és várban is járt az ostrom idején, ő írta meg az emlékiratait. És hát természetesen bizánci források is beszámolnak az ostromról, és a török nyelvű, illetve török birodalomból származó forrásaink is vannak. 1440-ben, amikor a szultáni fősereg Magyarországra, illetve a vára támadt, ahogy korábban is említettem, ez diplomáciailag jól elő volt készítve, és gyakorlatilag tökéletesen tisztában voltak a magyarországi belpolitikai helyzettel.
Maga az új király, első Ulászló is tudott a török előkészületekről, de hát ugye nagyon sokat tenni nem tudott ez ellen. A teljes szultáni haderő indult Magyarország ellen, és kb. 100 hajóból álló flotilla felhajózott a Dunán Nándorfehérvárig, a felszerelést szállító és hadi hajókból álló flotilla. Az ostromlók mindenképpen meg akarták akadályozni, hogy a várvédők külső segítséget kapjanak, úgyhogy, ahogy említettem, a Dunán, magán a vízen is, meg a szárazföldön is körbe zárták az erődítményt. Sőt, egy olyan dolog, ami nem szokott előfordulni, és előfordult ennél az ostromnál, a szultán megpróbálta megvesztegetni a várkapitányát, tehát ez teljesen reménytelen vállalkozás volt a részéről. Említettem, hogy a várat a 10-20-as évek átépítései során nagyon jól megerősítették, úgyhogy, és ebben az időben még a tüzérség azért nem volt annyira erős. Például Murád szultán is az ostromágyuk mellett hajítógépeket is hozott magával, és ezekkel a váltakozva ezekkel a hajítógépekkel, illetve az ágyukkal lövette, törette a falakat, illetve általános ostromokat rendelt el, és ezeket felváltva, ezekkel felváltva operált, próbált. Még ilyen magas ostromtornyokat is építettek, és azoknak a segítségével is próbáltak a várfalak közelébe jutni, hogy esetleg a harcosokat át tudják juttatni a várfalon. Ahogyan ez egy városromnál szokott, amit nappal leromboltak az oszmánok, azt éjszaka a védők ugye megpróbálták helyre állítani, úgyhogy és sőt, még ilyen kitörések, támadások is, kitámadásokkal is próbálták megzavarni az ostromlókat. Egy alkalommal még be is jutott egy kisebb török seregtest a várba, és nagyon durva közelharccal kellett őket onnan kiszorítani. Egy nagyon veszélyes szituáció volt. Nagyon-nagyon elszánt lehetett a vízi küzdelem is. Úgy tűnik, hogy a magyarok sikeresen küzdöttek a török hajók ellen. Sikerült ott is áttörni, mint majd az 1456-os ostromnál, sikerült áttörni ezt a védő ostromzárat. Murád szultán, amikor rájött, hogy ezekkel a hagyományos eszközökkel nem fog sikert elérni, változtatott a taktikáján, és ahogyan az annak idején Szalonikinél meghozta neki a sikert, itt is megpróbálkozott egy föld alatti alagút ásásával. És ez az a körülmény, ami különlegessé és szokatlanná teszi az 1440-es ostromot, hogy egy ilyen alagút ásással próbálja elfoglalni a várat. Én azt gondolom, hogy körülbelül eddig beszélhettünk az ostrom első feléről, és mostantól az ostrom második feléről. Nagyon érdekes jelenet lehetett, amikor a várban az egyik katona találta bent a várban egy várba belőtt nyílveszőt, egy török nyílveszőt, amire egy bőrdarab volt rátekerve. És amikor kinyitotta ezt a kis bőrdarabot, kiderült, hogy egy levél, és egyetlen egy magyar szó volt ráírva, ásnak. Ők természetesen megértették az üzenet lényegét, és egy ellenalagút ásásával reagáltak. Ezzel próbálták kivédeni a török alagút ásást. Először is persze meg kellett határozni, hogy honnan jön, hol áshatnak, és amikor ezt sikerült lokalizálni, akkor egy ellenalagút ásásába kezdtek a várból. Túróci szerint egy közeli domb mögött indult el az alagút, az oszmánok alagútja, hogy eltakarja a védők elől a bejáratot. És valószínűleg nem nagyon használtak szerszámokat, tehát kézzel kaparták ki a földet, hogy ne csapjon zajt. Ugye már ebben az időben ismerték azt az eljárást, hogy az alagút a falak közelébe a dobot helyeznek, és a dobra valamilyen
kockákat, vagy borsót, szárított borsót tesznek, akkor a csákány csapásoktól ezek zörögnek, ugye megzörgetik a dob felszínét. Tehát jeleznek, hogy alagutásás folyik. És ezt mindenképpen szerették volna elkerülni, hogy valószínűleg kézzel ástak. A források szerint, Bonfini szerint körülbelül 20 ezer ember vett részt ennek az alagútnak az ásásában, úgyhogy elég gyorsan haladhattak, még ha kézzel csinálták is. Az ellenalagút úgy nézett ki, hogy a vár faláig ért, illetve a vár falán egy picit tovább, és amikor érzékelték, hogy a török alagút ez körülbelül elérte ezt a területet, akkor egyszerűen lezárták, telerakták robbanószerrel, és lezárták a vár felőli oldalát. Úgyhogy ez a várból épített ellenalagút, ez úgy működött, mint egy ágyúcső. Ugye meggyújtották a várban a kanócot, és a bent levő robbanóanyag pedig fölrobbant, és beomlasztotta a törököknek az alagútját. Ez az alagútban, a források szerint az alagútban több mint 17 ezer ember veszett oda, tehát rájuk dőlt a berobbantott föld. A források egy másik robbantásról is beszélnek. Ez azonban a várárokban történt. Előzőleg az ostromok, a rohamok idején a török katonaság mindenféle farönkökkel, illetve rőzsével tele hordták a várárkot, és a ravasz Tallóczi Jován kapitány ez erre a faanyagra puskaport szóratott. És a következő általános rohamnál begyújtatta ezt a puskaport, óriási robbanások, óriási tűz keletkezett, rengetegen pusztultak el ebben ennél az ostromnál is. A mai Belgrádban megtalálták ezeknek az alagutaknak a maradványait. Tehát bizonyítékunk van rá, hogy valóban így történt az ostrom. Még néhány szót az ostromágyokról. Ezek rendkívül kezdetleges szerkezetek voltak ebben az időben, és ráadásul a várban pedig nagy mennyiségben állt rendelkezésre egy az ágyú és a puska közötti elhelyezkedő szerkezet, amit úgy hívunk, hogy szakállas puska. Több ezer darabban rendelkeztek a védők, és ezzel nagyon hatékonyan lehetett pomlasztani a támadók sorait. Az 1440-es ostrom, Nándorfehérvári ostrom rávilágított arra, hogy a török tüzérség az mennyire alkalmatlan egyelőre a várak megvívására. Szerintem ez az a pont, amikor a török hadvezetés úgy dönt, hogy a tüzérséget mindenképpen fejleszteni kell, és akkor, és mivel pénz az elegendő állt a rendelkezésükre, elkezdték Törökországba csábítani az európai szakembereket. Nagyon sok pénzt fizettek, de egy ütőképes ágyúparkot kellett létrehozniuk. Egyébként az 1456-os ostrom idejére, tehát alig másfél évtized alatt egy hihetetlen fejlődésen megy keresztül az ostromtüzérség, illetve a tüzérség maga, és különösen a törökök, az oszmánok tüzérsége. Igen. Az ostromra vonatkozó kevés konkrét adatunk közül a legbiztosabb az, hogy egy nagyon-nagyon hosszú ostrom volt. A feljegyzések szerint 7 hónapig tartott ez az ostrom. Ez irgalmatlan hosszú ostromidő, ha figyelembe vesszük, hogy az 1456-os ostrom alatt mindössze 12 napig volt a Nándorfehérvári vár elzárva a külvilágtól. Tehát ez meg 7 hónap, ez irgalmatlan különbség. Török sereg már akkor is április 23-án, a fősereg április 23-án indult el Konstantinápoly, illetve ekkor Drinápoly közeléből, és a Balkánon keresztül vonulva érkezett el valamikor nyáron, június végén, július elején érkezett el a magyar hadszíntérre. Viszont a hadműveleteket valamikor október végén általában beszüntették, és visszatértek a
központjukba. Tehát sehogy se jön ki ez a 7 hónapos ostromidő, illetve egyetlen módon jön ki ez a 7 hónapos ostromidő, hogyha feltételezzük, hogy az ostromot nem csak a központi csapatok, a szultáni csapatok végezték el, hanem a határ közelében lévő ott állomásozó helyi csapatok kezdték el az ostromot, és ezekhez csatlakozott a szultáni főerő. A létszámadatokról kell még esetleg beszélnünk. Véleményem szerint teljes létszámú volt a védősereg. Ez Nándorfehérvár esetében körülbelül 5000 katona, de ebben már bele kell számolnunk a tallóciak bandériumait is. Tehát egy 5000 embernél nem gondolom, hogy több védte a várat. A szultáni fősereg pedig ebben az időben körülbelül 60 ezeres volt. Tehát egy körülbelül 60 ezeres ostromló sereg állt szembe egy 5000-es védősereg. És a szultánt végül is a veszteségei nagysága késztette arra, hogy felhagyjon az ostrommal. Gondoljunk bele, hogy a könnyű lovas csapatokat ugye ostromra nem nagyon lehetett használni. Tehát a seregének egy része az ilyen portyázó, fosztogató tevékenységet folytatott a vár körül. Az alagút berobbantásakor a forrásaink szerint legalább 17 ezer ember pusztult el, és az ostromoknál is, a különböző ostromoknál is legalább 8-10 ezer ember elpusztult. Tehát én azt gondolom, hogy a török sereg jelentősen megfogyatkozott, és ezért kellett Murád szultánnak feladni a várostromát, a vár elfoglalására tett kísérleteket. Kérdés, illetve fontos kérdés az, hogy vajon részt vette az ostromban Hunyadi János, illetve volt neki egy szintén János nevű fiatalabb testvére, valamelyikük részt vette az ostromban. Nos, meg kell mondanom, hogy a korabeli oklevelek, illetve források azt teszik valószínűvé, hogy ők ebben az 1440-es ostromban nem vettek részt. Majdhogy nem feledésbe merült. És ez azt gondolom, hogy talán az lehet a magyarázat, hogy az 1456-os ostrom, illetve a sikeres védelem, az olyan szinten dicsőséges, olyan hatalmas nagy fegyvertény volt, hogy annak az emléke egy kicsit elfette ennek az 1440-es ostromnak az emlékét. Köszönöm a figyelmet!